Sziasztok! Ez a Coaching két lábon és hat lábon vlog Gabival, és ebben az epizódban arról lesz szó, hogy kitől érdemes tanulnod, kit érdemes példaképedül választanod. A te életedben is vannak olyanok, akik az eddigi fejlődésed kapcsán nagyon nagy hatást gyakoroltak rád. Vagy pozitív értelemben és nagyon szívesen emlékszel rájuk, vagy negatív értelemben, és úgy vagy vele, hogy a jó Isten mentsen meg tőlük, hogy ne kelljen velük még egyszer találkozni. Az az igazság, hogy az életed első felében leginkább a vak szerencsén, meg a szüleid bölcsességén múlik az, hogy kitől tanulsz, de aztán, ahogy felnőtté válsz, eljön az a pillanat, amikor ez a döntés bizony a tekezetbe kerül, és ennek kapcsán érdemes bizonyos szempontokat ismerni. értsd, én sem vagyok kivétel. Az én tanulmányaim során is voltak olyan tanáraim, akikre mind a mai napig imádattal gondolok, meg voltak olyanok is, akiről tényleg azt gondolom, hogy nekik aztán soha nem lett volna szabad ö, emberekkel foglalkozniuk. Meg aztán később, amikor rám lett bízva a dolog, én is döntöttem vak alapon, például abba a kutyaiskolába is, ahol pillanatnyilag dolgozom, úgy kerültem, hogy elmentem a földrajzilag legközelebb eső iskolába, anélkül, hogy tudtam volna, hogy ott egyébként egyáltalán kidolgozik meg voltak nekem is a szakmai fejlődésem során is olyan vakvágányaim, amikor döntöttem csak szakmai alapon, tehát azt gondoltam, hogy ha valaki a témához ért, akkor biztos rendben van emberileg, meg tök jó tanár, meg gondoltam azt, amikor nem jó, egyébként nem jól mentek a dolgok, hogy ha senki nem szól, akkor biztos az én készülékemben van a hiba. Tehát én is nagyon sokszor döntöttem nem tudatos módon, de mivel szenvedélyesen hiszek a folyamatos fejlődésben, és ma már egyébként szakembereknek, fejlesztő szakembereknek a képzésében is részt veszek, elkezdtem tudatosan keresni azokat a szempontokat, amiket érdemes akkor mérlegelni, amikor el kell dönteni, hogy kitől tanul az ember. Először is azt gondolom, hogy a leges legfontosabb dolog, hogy olyat válasz, aki emberileg is rendben van, nem csak szakmailag. Aki emberileg is rendben van, amellett partnernek fogod érezni magad, és nem leszel ilyen kicsi, amellett, hogy tőle tanulsz, merő meg ilyen nagy, hanem úgy mondjuk ezt, hogy egyenlő szemmagasságban lesztek. És őszinte lesz veled, és mindezt úgy fogja tenni, hogy biztos lehetsz benne, hogy a te érdekeid vannak előtérben. Ez leginkább akkor érhető tetten, amikor visszajelzésekről van szó. Fog neked őszinte visszajelzést adni, ha arra van szükség, bizony az erős visszajelzést is be fogja tolni, de biztos, hogy soha nem kritizálni fog. Tehát mindig a fejlesztésed lesz előtérben, és soha nem bántani akar, soha nem a, érzelmileg akar neked beakasztani. Aztán a második dolog az az, hogy te vagy a középpontban. Ezt abban fogod tudni, hogy elmondja, hogy mi az, amit az ő megközelítése, az ő módszere tud és nyújt. És azt is elmondja, hogy egyébként mi az, amit nem. És ennek kapcsán azt is őszintén megmondja, hogy az ő legjobb szakmai tudása szerint az, amit ő csinál, összhangban van-e, megfelele annak, amit te keresel. Aztán az is ott van, hogy egy jó fejlesztő szakember nem fog híveket toborozni, tehát nem fog kisajátítani saját magának, nem fogod tőle azt hallani, hogy hozzám csak akkor lehet járni, ha máshoz nem. Sőt, épp ellenkezőleg arra fog bíztatni, hogy tapasztalj minél többet, tanulj minél több, több embertől, és legyél ott, ahol számodra a legjobb. Aztán ennek kapcsán nagyon fontos, hogy egy jó fejlesztő szakember legyen szó bármilyen témáról, tiszteli a szakmáját. Az egy alapvetés, hogy szinte semmilyen témában nincs a szakemberek között teljes egyetértés, léteznek, egymással teljesen párhuzamosan, több különböző nézőpontok, módszerek, iskolák, megközelítések, de aki uh, egy számomra hiteles és, és egyébként szerintem jó fejlesztő szakember, amellett, hogy ismeri azt, hogy mit mondanak a többiek, és ez miben ugyanolyan, meg miben különbözik attól, amit ő gondol, mindemellett tisztelettel beszél a többiekről. Lehet, hogy neked is volt már tapasztalatod azzal, aki úgy állt hozzá, hogy ebben a szakmában mindenki ülje, csak ő a helikopter. Na ez az ember az, akitől szerintem érdemes menekülni. Aki nem tiszteli a szakmájának a többi képviselőjét, ő igazából a szakmáját sem tiszteli szerintem. Ehhez szorosan kapcsolódik az, hogy egy jó szakembert, egy jó fejlesztőt alázat jellemez. Ez szerintem ott érhető tetten, hogy nem gondolja azt, hogy ő ért mindenhez is. Meg, hogy nem gondolja, hogy ő tévedhetetlen lenne, meg nem gondolja, hogy ő mindig top formában van, hanem megközelíthető, és hogyha például az történik, hogy valamilyen tapasztalat hatására megváltozik a véleménye, elkezdi máshogy látni a dolgokat, akkor ez tök nyíltan kiteszi. Nézzétek, srácok, értengem egy ilyen benyomás, ennek hatására most már úgy gondolom, hogy. És nem próbál úgy csinálni, mintha világ életében ő az új, megfejlettebb módon látta volna a dolgokat. Ugye ahhoz, hogy ezek az új tapasztalatok meg, meg tudjanak keletkezni, ehhez arra is szükség van, hogy egy jó fejlesztő szakember folyamatosan képzi magát. És ez kettő dolog miatt is fontos. Azért, mert egyrészt így fog szakmailag a saját területén napra kész maradni, így érik új impulzusok. Egyébként így lesz folyamatos saját élménye azzal kapcsolatban, hogy milyen tanuló módban lenni, milyen kezdőnek lenni valamiben, amit be tud forgatni abba, hogy ő hogyan dolgozik a saját tanítványaival. De ami legalább ilyen fontos, szerintem az, hogy ezzel mutat példát a tanítványainak. Abban, hogy el lehet érni egy adott területen bármilyen magas szintet, de hogy sose vagyunk készen, onnan még mindig van tovább, van mit csiszolgatni, tehát azzal, hogy valaki fejlesztő szakemberként folyamatosan képzi magát, példát mutat a tanítványainak. Aztán szerintem az is nagyon fontos, hogy egy jó fejlesztő szakember ismeri a határterületeit a saját témájának, és ennek kapcsán tud a szakembereket ajánlani. Ugye ez egy picit oda kapcsolódik, hogy senki nem ért mindenhez is, viszont ez egy ilyen teljesen természetes dolog, hogy egy téma kapcsán ahhoz fogsz kérdésekkel menni a hozzákapcsolódó területek, területek kapcsán, akit egyébként ismersz és akiben bízol. Ez nálam például úgy jelentkezik, hogy én ugye kutyaiskolában agility edzést tartok, de ettől függetlenül rendszeresen kapok mondjuk kérdéseket állatorvos ajánlásokkal kapcsolatban, tenyésztő ajánlásokkal kapcsolatban. És én nem kezdek úgy csinálni, mintha értenék mondjuk az állatgyógyászathoz vagy az állattenyésztéshez, hanem van a fejemben néhány ember, akihez szívesen irányítom a, a hallgatóimat, a tanítványaimat, illetve van a fejemben néhány olyan forrás, olyan könyv, olyan szakirodalom, amihez szívesen irányítom őket. Ugye az is egy lehetőség, hogy egy szakember nem önállóan dolgozik, nem egyedül dolgozik, hanem fölépít egy olyan tímet, amiben ezek a kapcsolódó szakemberek megtalálhatóak, és oda át tudja irányítani a tanítványait. Mi dolgozunk például a kutyaiskolában, amikor arról van szó, hogy, hogy vannak alapengedelmes tanfolyamok, és ott vagyok én az egilitivel, meg ott van az őrzővédő képzés, és akkor gyakorlatilag az alapján, amit a, a tanítványainkban látunk, irányítjuk őket az iskolának azokhoz a foglalkozásaihoz, vagy azokhoz a specializációihoz, amiről azt gondoljuk, hogy leginkább előre viszi őket. Tehát, hogyha azt tapasztalod megint csak valaki kapcsán, hogy ő mindenhez is ért, az megint egy, egy, olyan, olyan jel, aminél jobb óvatosnak lenni. És van két dolog, amire szerintem tök fontos odafigyelni akkor, amikor ezeket az elveket a mindennapokban alkalmazni kezded. Az egyik az, hogy mielőtt valaki mellett elköteleződsz, szerintem szerez vele saját élményt. Ismerd meg azt, hogy hogyan dolgozik, és nem csak úgy, hogy látod videón, hanem hogy milyen neked, vagy neked és a kutyádnak ebben benne lenni, legyen saját tapasztalatod, érezd a saját bőrödön, és ez alapján hoz döntést. Akkor, hogyha az volt a megélésed, hogy ezt így minden szempontból, ahogy ez van csomagban, hogy mi történik szakmailag, milyen a hangulat, mi történik emberileg, milyenek a többiek, ezt így mind csomagként tekintve, neked ez jó, és azt érzed, hogy a helyeden vagy, vagy azt, hogy ezt inkább nem szeretnéd. És az is szerintem egy nagyon fontos intőjel, hogyha erre valaki nem ad lehetőséget. Tehát, hogyha azt mondja, hogy itt ilyen bináris a dolog, hogy eszed vagy nem eszed, tetszik vagy nem tetszik. Formáját tekintve rengeteg lehetősége van annak, hogy valakinek a munkájába betekinthess. Ezeket hívjuk betekintő esteknek, meg nyílt napoknak, meg, meg próbaórának, meg lehet, hogy, hogy ezt úgy oldja meg, hogy van pénzvisszafizetési garancia, meg olyan a megállapodás, hogy abból van kiút. Tehát, hogy nem kötelező el egy életre valaki felé. És ezekkel mind-mind-mind azt fejezi ki, hogy ő a te javadat szolgálja, és azt szeretné, hogy te tudatos és megfontolt döntést hozzál akkor, amikor mellette döntesz, és legyen meg az a jó érzésed, hogy egyébként neked valóban arra van szükséged, amit ő nyújt. Ha ezzel kapcsolatban kérdésed van, akkor arra válaszolni fog. Ha sok kérdésed van, akkor sok kérdésre fog válaszolni. Ha azt érzed, hogy amikor még csak ott vagytok, hogy ti szeretnétek -e együtt dolgozni, ott lepattintós, akkor jó eséllyel ez fog történni akkor is, amikor a szakterületéhez vonatkozó kérdéseket teszel fel, vagy a szakterületéhez kapcsolódó kérdéseket teszel föl, hogy ott is egy idő után lepatintóssá fog válni. Tehát, ahogy az ilyen uh, ismerkedés során működik, abból azért tudsz arra következtetni, hogy milyen lesz akkor, amikor hosszabb távon dolgozok együtt. És mindezek alapján, akkor, amikor elkezdődik a közös munka, akkor van egy megállapodás arról, hogy ez hogy is fog működni. És a második nagyon fontos dolog az az, hogyha azt látod, hogy ezek a megbeszélt dolgok sérülnek, magyarán mondva nem az történik, amiben, amiben megállapodtatok, meg nem az történik, amire te számítottál, akkor viszont szólalj föl. Tehát akkor ne csináld azt, amit én megcsináltam, hogy sírva szálltam ki az autós oktató mellől körülbelül minden második alkalommal, hanem tedd fel a kezedet és jelezd először a, a tanárodnak, oktatódnak, hogy hello, itt valami, valami, nem úgy működik, ahogy mi abban megállapodtunk, meg nem úgy működik, ahogy ez neked jó lenne. És hogyha viszont ezt nem sikerül rendezni, akkor nem maradj benne egy olyan helyzetben, ami akár szakmailag, akár emberileg téged nem visz előre. Ha végignézted ezt a videót, akkor arra kérlek, hogy vedd számba azokat a, a fejlesztő szakembereket, akikkel most dolgozol. És próbál, futtasd őket végig a fejedben ebből a szempontból, hogy ők vajon mennyire működnek összhangban ezekkel a szempontokkal. És hogyha azt találod, hogy igen, akkor örülj neki, és legyél tök hálás azért, mert jó kezekben vagy. És egyébként tegyél meg annyit, hogyha így találkoztál erősen azzal, hogy te jó kezekben vagy, és, és olyanok segítik a fejlődésedet, akikre tényleg nyugodtan fölnézhetsz, akkor ezt mondd el nekik. Köszönd meg, biztos, hogy nagyon jól fog nekik esni az, Hogyha csak akár nagyon röviden kitérsz arra, hogy mennyire jó, hogy ti együtt tudtok dolgozni. Aztán, ha az történik, hogy végigfuttatod a, ezeket a szempontokat, és ebből valahogy helyére kerül az, hogy mi miatt érzed úgy, hogy nem vagy jó helyen valaki mellett, akkor viszont azt fogalmaz meg saját magadnak, hogy mi lesz a következő lépésed annak érdekében, hogy ezt a helyzetet rendezd, és hogyha nem tudod rendezni, akkor viszont kiszállj belőle. Olyantól tanulj, akitől érdemes. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál velem, és találkozzunk legközelebb!